Hatalmas gőzfelhő tört ki a fékező vonatból. A jármű Matuzsálem szombaton gurult be a dombóvári vasútállomásra. A szerelvényen az egykor nagy forgalmú Kaposvárról induló járat emléke előtt tisztelegtek. A különleges vonatra még az esős idő ellenére is sokan voltak kíváncsiak. Többen a szomszédos Somogy megyéből érkeztek Dombóvárra a retro szerelvénnyel. Nagyon szeretem a vonatokat, gőzösöket, a retro hétvégék pedig szerintem tényleg egy remek alkalom, hogy a régi idők vasutát is megismerjük. Nézd meg, akkora kereken, mint te. A szerelvény a Kulturális Örökség napjai országos programsorozat keretében érkezett a Tolna megyei városba. Az alkalom ötletgazdája az idén 150 éves intézményes magyar műemlékvédelem előtt tisztelegtek a hétvégi rendezvényekkel. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere azt mondja, őt magát is sok élmény köti az egykor országos hírű dombóvári vasút közlekedéshez. Diákként 4 éven keresztül megtettem a Dombóvár Bonyhádidas útvonalat. Akkor ez nem tűnt élménynek, de már felértékelődtek. Nyilván ami akkor volt, az már elmúlott. A dombóvári vasútállomást egyébként 1872. augusztusában nyitották meg, sokáig pedig az ország egyik legfontosabb közlekedési csomópontjaként szolgált.